A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Ahogy azt már megszokhatták, ebben a műsorban érdekes embereket, emberi sorsokat, vagy közismert embereket mutatunk be egy kicsit más oldalukról. Ez a sorozatunk a héten folytatódik, a legköszönő képviselőket ismerhetik meg, más szemszögből, más szempontokból, és sok szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Szabó Bakos Györgyét, vagy ahogy sokan ismerik, Marcsit. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szívesen, és üdvözlöm én is a kedves nézőket. Akik a te politikai pályafutásodat látják, azok azért tudják, hogy te nem önszántadból lettél képviselő, nem készültél képviselőnek. Hát nem, az élet ugye sokszor fordít az emberek sorsán. Sajnos hát biztos mindenki ismeri, elég szomorú esemény kapcsán kerültem én felkérésre. Váratlanul. Nagyon rossz időpontban mindenféleképpen, de hát úgy éreztem, hogy megugrom, megteszem azért ezt a dolgot, segítem, mert ott voltunk a választások előtt pár hónappal, amikor Égi Tamás meghalt. Előtte is ebbe a körzetbe dolgoztam, hát eléggé kézenfekvő volt, hogy most hirtelen egy vadidegennel talán ennek nem kéne neki futni. Égi Tamás mellett nagyon-nagyon sokat tevékenykedtél, hogy te is említetted már, hiszen talán nem értik félre a kedves nézők, de gyakorlatilag te voltál Tamásnak a úgymond mindenese, a szeme, a füle, aki a körzetben élők lüktetését feldolgozta, ki járta a területet. Igen, sokat levettem én a válláról, főleg az apróbb cseprőbb, ilyen lakossági dolgokat, azért ő gazdasági alpolgármesterként, ő nagyon keményen vett részt a város vezetésébe. És tulajdonképpen, amit meg tudtam oldani, most azt megoldottam. Csak akkor fordultam hozzá, hogyha mondjuk anyagi dolog, ugye nekem nem állt rendelkezésemre keret, tehát hogyha anyagi vonzata volt, vagy olyan nagyobb jellegű horderejű probléma volt, hogy azért az mégiscsak ő döntse el, hogy merre induljunk benne, de az ilyen apró lakossági ügyeket tehát meg lehetett oldani nélküle is. Hogyha visszagondolsz, ezt a tudást, amit ott megszereztél, ezt akkor gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy kamatoztatni is tudtad később? Nem csak, hogy kamatoztatni, hanem gyakorlatilag azt jelentette, hogy folyamatosan ment tovább a dolog, hiszen a közös képviselőkkel, a lakossággal nagyon sok kapcsolatot én tartottam, és gyakorlatilag folytattam. Ennyi volt, annyi, hogy a felelősség az már ugye rajtam volt teljes mértékben. Említetted, hogy folytattad, gondoltad azt volna akkor, hogy 2019-ben aztán a lakosság is a támogatásáról biztosít téged, mint képviselő? Vagy számítottál erre? Hát, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor nekem az olyan végtelen borzasztó év volt az a 2019-es, hogy én mint az igásló gyakorlatilag mentem tovább, én nem tudtam gondolkodni, nem foglalkoztam ezekkel a dolgokkal. Én mentem előre, amit meg kellett tenni, azt megtettem, mindig az előző feladatra koncentrálva, mert nehéz volt, nagyon nehéz volt. Többszörösen nehéz volt nekem az a 2019-es év. Adott valamiféle kapaszkodót azért a munka? Hát valószínű, ugye a muszáj nagyúr, tehát valószínűleg, hogyha ez nem következik be, akkor lehet, hogy sokkal jobban magam alatt lettem volna, mert ráértem volna foglalkozni a saját kis problémámmal, fájdalmaimmal, gondjaimmal. Szerintem egyenes út vezetett ki belőle azzal, hogy mentem előre, tettem a dolgomat, az idő múlt, és akkor egyszer csak
normális üzemmódba éreztem már magam. És önkormányzati képviselő lettél. Önkormányzati képviselő lettem, igen. A belváros mindig is egy ilyen speciális körzet volt Székesfehérvár szívében. Nagyon-nagyon sok érdekességgel, nagyon sok kihívással. Nyilván az elmúlt évtizedekben kiismerted magad ezen a területen is. Igen, a történelmi belváros egy külön körzetként kezelendő volt, és az összes ezen kívül eső terület az egyes körzetnek, ami nem volt kicsi, egész le a Horváth István útig nyúlik az egyes körzet, az egy másik feladatként jelentkezett. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy szinte mintha két körzetem lett volna, mert teljesen más jellegű problémák jelentkeztek a történelmi belváros területén, és ráadásul nem is a szokásos, tehát itt minden kulminálódott, itt minden nagyobb volt, itt minden több problémát okozott, nehezebb volt maga a történelmi belváros, az szerintem feladatként, mivel elég kicsi, sajnos elég kicsi ez a belvárosunk, de több feladatot adott, mint a körzetnek az összes többi része. Milyen nagyon fontos kihívásokkal találkoztál itt a történelmi belvárosban, hogyha igen, már ott tartunk? Hát elkezdődött 2010-ben, ugye polgármesterünk az élettel teli Fehérvárt szerette volna megvalósítani lépésről lépésre, ez szépen meg is valósult. Na most ennek aztán az lett a következménye, hogy jelentkeztek az összes nagyvárosnakban jelentkező problémák, előfordultak, vendéglátóegységek, lakók, turisták, és hát a városnak az összes többi lakója rendezvényekkel. Tehát nagyon-nagyon felpörgött a történelmi belvárosnak az élete ahhoz képest, ami 2010 előtt itt volt. Ami én szerintem ez a normális, hogy így működjön egy város, tehát az itt lakó 100 000 embernek legyen azért helye valahol rendezvényeken megjelenni, sétálni, nézelődni, programokon részt venni. Előtte ez nem volt lehetséges. Na most ez magával hozza természetesen a zajt, a problémákat, a szemetet, tehát itt minden akkor megjelent. Tehát egy hármas feladatnak kellett, hármas feladatot kellett valamilyen egyensúlyba működtetni, ami nem volt egyszerű, nem is problémamentes a mai napig, tehát a következőnek is lesz még dolga vele. Közös vagy nehéz megtalálni a lakókkal a közös hangot? Én úgy érzem, hogy elég könnyen megtaláltam, eléggé jó kapcsolatom volt nagyon sok lakóval, közös képviselőkkel. Mindenhol vannak örök elégedetlenkedők, tehát olyan helyzetet nem tud senki teremteni, hogy minden zökkenőmentes, mindenki elégedett legyen. Ilyen nincsen. De én úgy érzem, hogy a nagy részt igen sikerült. Amikor visszagondolsz a kezdetekre, akkor milyen elképzelésekkel, célokkal érkeztél a belvárosba, mint önkormányzati képviselő, hogyha fogalmazhatok így? Hát tulajdonképpen mondom, ez egy folyamatos tevékenységnek tűnt akkor a számomra, mert hiszen előtte is gyakorlatilag ugyanezzel foglalkoztam, ugyanezekkel a lakókkal, ugyanezekkel a problémákkal szembesültem. Tehát folytattam, egyszerűen folytattam tovább, és a jelentkező problémákra próbáltam a megoldásokat mindig megtalálni. Hogyha visszagondolunk az elmúlt időszakra, akkor mondhatjuk azt, hogy nem volt könnyű, hiszen egyfajta válságmenedzsmenttel szembesültetek. Ugyanakkor az is elmondható, éppen a történelmi belváros kapcsán, hogy ikonikus felújítások készültek el, beruházások valósultak meg, mindezt egy ilyen járványidőszak küszöbén sikerült abszolválni. Igen, hát tulajdonképpen az 5 évből 3 év az kiesett a városnak úgy az életéből, hogy fejlődés szempontjából. Viszont itt olyan beruházások voltak folyamatban, elindítva már, aminél a pénz már itt volt az önkormányzatnál, tehát az nem állt meg. Úgyhogy gyakorlatilag a történelmi belvárosba
zömében erre korlátozódott eléggé a központi részre. Szerintem nem is lehetett volna talán egy idegennek észrevenni, hogy itt egy COVID-járvány van, egy nagyon nagy anyagi megszorítások vannak, mert ment a munka, azok folytatódtak. A Bartók Béla tér, a kőtár. Ezek mind az alatt lettek átadva. Tehát mi mentünk átadásokra, ez elkészült, az elkészült, és gyakorlatilag úgy nézett ki, mintha nem érintette volna ezt a részt. Persze, hát voltak neki azért más hatásai, mert azért voltak, amiket be kellett zárni, úszoda, stb. Könyvtárak. Tehát voltak itt olyan jellegűek, de látványában nem tűnt annyira borzasztónak, mint amilyen valójában volt. Milyen kihívásokat tartogatott ez az időszak? Hogy élted ezt meg? Hát a legelső időszakban polgármesterünk távol tartott bennünket mindenféle rendet, tehát megállt, számunkra tényleg megállt az élet félig meddig. Próbálta szinte egyedül elvinni a város ebbe a nagyon nehéz időszakba. Jó, online voltak a frakcióülések, tehát meg voltak beszélve a dolgok, próbáltuk segíteni a döntéshozatalba, de azért a nagyja rész az ő vállán nyugodott abba az időszakba. És hát igazából mi egy kicsikét visszaléptünk akkor a munkával, ugye nem a kapcsolattartás, stb. A következő kihívásnál, az energiaválságnál, az energiamegszorításoknál, ott mondjuk már nehezebb volt a helyzet, mert ott nagyon komoly döntéseket kellett hozni, hogy működjön. Tehát gyakorlatilag a város ebbe a három nehéz évbe teljes mértékben működőképes volt, tudta működtetni az önkormányzat és a polgármester úr. Persze ez annak is köszönhető, hogy gyakorlatilag 2010 óta örökké arra törekedett a városvezetés, hogy mindig legyen tartalékkeret a költségvetésbe. Tehát gyakorlatilag a város anyagilag ki tudta húzni azt az egész időszakot emiatt, és hát meg a kisebb-nagyobb megszorításokkal, de működött a város, és ment minden a szépen. Beszélgetésünk elején említetted, hogy olyan, mintha két körzetet vinnél. A belvárosra már több szót ejtettünk, de mi a helyzet a belváros környéki részekkel? Ott mi volt az, ami kihívás volt, milyen eredményeket értél el, hogyan sikerült kapcsolatot tartani, hiszen tényleg téged mindenhol Marcsiként ismernek a lakók. Igen. Hát az csendesebb a belvároson kívüli terület, ott a teljesen ilyen szokásos, hétköznapi problémákkal kellett megküzdeni, ott is nagyon sok lakóval, vagy inkább a közös képviselőkkel azért tartottuk a kapcsolatot, ott sokkal kisebb volumenű problémákkal kellett foglalkozni, de viszont egy nagyon nagy falat azért csak elkészült, ugye ennek a területnek, főleg a történelmi belvárosnak nagyon kevés a zöld területe. Egy kubusos beépítéssel épült annak idején a város, úgyhogy nem nagyon van hely parknak vagy zöld területnek, és az az egy-két park, ami ebbe a körzetbe esik, például a Vörösmarty tér, hát eléggé le volt szegénykém rongyolódva, és abból azt sikerült például megújítani, felújítani az egész teret. Kisebb ilyen zöld felületek, próbáljuk a parkolást nem csak erre a történelmi belvároson kívül, ez mindenhol, tehát ez egy állandó kihívást jelentett, próbálkoztunk azért valamilyen módon kordába tartani, azért a Prohászka út felújítása, Kégli távirda felújítása, teljes közműcserével, ezek is nagyon nagy falatok voltak, és azért sokat számít azért, hogy azért normálisabb, de hát még számtalan utcát tudnék mondani, ami még felújításra vár. Úgyhogy van még teendő ebbe a körzetbe is, meg gondolom máshol is.
hogyha most visszasétálunk a belvárosba, akkor azért azt el lehet mondani pont a rendezvények kapcsán, hogy talán szépen túllépett az érdeklődő közönség, az itt lakók, a turisták is ezen a járványidőszakon, és gyakorlatilag újra pezsgő élettel teli, ilyen, néha-néha ilyen mediterrán város feelinget sugalló belvárosa van Székesfehérvárnak. Igen, hát szerencsére reméljük nem ismétlődik meg semmiféle ilyen az elmúlt időszakra jellemző valami baj. Tényleg újból élet. Minden működik, minden nagyon több mindenbe az önkormányzat segítette, például a vendéglátósokat, a terasz használatba vételi díjat elengedte, hogy azért az élet ne álljon meg, azért a város szépen azért tudjon élni, lüktetni. Amikor beszélgettünk erről a mai találkozónkról, akkor azt kértem magaddal, hogy hozzál magaddal olyan dolgot, ami neked fontos. Nem hoztál, de nem véletlenül. Igen, gondolkodtam ezen, és én tárgyakhoz nem kötődöm igazából annyira, hogy mondjuk érdemes megtartani. Persze vannak kedvenc tárgyaim, de nem annyira kötődöm, hogy mondjuk azt érdemes lenne a kedves nézőknek mutogatni. Viszont így elgondolkodtam, hogy én nagyon jó emberekhez kötődöm. Tehát sikerült kialakítanom az eddigi életem során jó pár emberrel olyan kapcsolatot, ami igen említésre méltó. És ezek jelentenek, ezek nekem sokat jelentenek. De ez a képviselői munkádra is jellemző volt rád? Hogy ott is az emberi kapcsolatokkal? Lehet, hogy ez a személyemből fakad. Mit fogsz csinálni? A fehérvári közélettől teljesen nem búcsúzol el, hiszen, hogyha jól tudom, akkor bizottsági külsős tagként tovább dolgozol majd a városért. Igen, eddig egyelőre a Városüzemeltetési Szakbizottságnak segítem a munkáját. Ez már konkrét, ez eldőlt már. Hogy még más valamire esetleg számítanak-e rám, azt nem tudom, de minden esetre azért most már nézd, azért 70 évesen már az ember nem akar valami őrült nagy feladatoknak neki menni, de amiben tudok, abba szívesen segítek még. És nem fogsz unatkozni? Az micsoda, tessék mondani? Akkor nem. Még eddig nem sikerült. Tehát feladat lesz bőven, unokák vannak, kert igen. Van. Igen, van kert, van 6 unokám van, van nagy kert, nem tudom, fogalmam sincs, hogy tényleg mi az, hogy unatkozni, mert eddig nem sikerült ezt megfejtenem, hogy előfordul-e nálam is, nem tudom. Általában vannak dolgok, amivel én le tudom kötni magam, még akkor is esetleg nem lenne konkrét feladat, hiszen az elmúlt 10-14 évben mondjuk nem sok könyvet sikerült elolvasnom. Tehát az nagyon sok minden van, amit még biztos, hogy elő tudok venni, hogyha véletlenül előfordul az, hogy unatkozom. Meg gondolom az unokák is örülnek, hogy most azért nagyobb részben visszakapják a nagymamát. Én próbáltam mindig ugyanúgy teljesíteni ott is, tehát hiába dolgoztam végig, azért nagyon szoros kapcsolatunk volt az unokákkal, nem sajnáltam az időt és az energiámat sohasem arra, hogy ővelük is legyek, hiszen azért közben felnőttek ám, tehát nem olyan kicsi unokáim vannak már, de jó a kapcsolatunk, számítanak ránk még most is. Azért szinte majdnem minden vasárnap családi ebéd van, tehát, és ez megvolt végig, amíg dolgoztam, amíg a szüleim is éltek. Tehát nagyon sok feladatom volt, de ezt nem engedtem el. Ezt nagyon keményen tartottam, hogy ővelük jó kapcsolatom legyen. Nem volt nehéz lavírozni a közéleti pálya és a magánélet között? De nehéz volt. De mondom, tehát nem akartam elengedni azt a lehetőséget, hogy az unokáim mal ne legyen kapcsolatom. Tehát ez akármilyen nehéz volt, ezt mindig szem előtt tartottam. Hát akkor unatkozni nem fogsz, és biztosan látni fogunk még sok-sok területen. Meglátjuk, hogy még mit hoz az élet. Eddig sem terv szerint alakult, úgyhogy ki tudja.
Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Nagyon szívesen. További jó munkát kívánok nektek. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.